A Petri telepi általános iskola Karcagi utca 26 szám alatt lévő udvarán, ott létünkkor április 16-án pénteken nagy munka zajlott, ugyanis a hosszú évek óta esedékes Szondi utca felőli kerítés cseréjének befejezése zajlott. A beruházás a Berettyóújfalui tankerületi központ segítségével valósulhatott meg. Tudtuk meg Arnóth Sándorné intézményvezetőtől. Itt a Szürke iskola épületénél, a Szondi utcai lakóházakat elválasztó területen több évtizede áll az a betonkerítés, ilyen vasúti beton oszlopokból készült kerítés, ami nagyon-nagyon megrongálódott, már balesetveszélyessé vált. Elkezdődött a kerítés elkészítésének a munkálata már a tél folyamán, de akkor csak az alapozás történt meg, illetve az oszlopok beállítása. Most, hogy kezdődik hétfőn az oktatás, most kapott egy nagyobb lendületet ez a munka, hogy mire a gyerekek megérkeznek, akkor a rendben legyen. Milyen jellegű beruházás? Én az anyagi részét ennek nem ismerem, hiszen a beruházást a Berettyóújfalui tankerületi központ rendezi, a kivitelezést pedig az intézmény karbantartási munkálataiért felelős Tömb Kft. Az intézményvezető azt is elmondta, hogy a Szondi utcai házak lakói szintén örülnek a megújult kerítésnek, illetve a diákokat biztonságos környezetben nevelhetik a pedagógusok. Nagyon-nagyon örülnek a Szondi utcai sorházban lakók is, hogy végre ennek a kerítésnek a cseréje megtörténik, hiszen a sorházban a 4 lakás 2 szélső lakásába nagy kapun keresztül be lehet jutni, a 2 középső lakás viszont teljesen el van zárva. Hogyha a kertjükbe bármit szállítanak, akkor azt csak a garázsukon vagy a lakásukon keresztül tudják megtenni. Most pedig biztosítva van lehetőség arra, hogy egy elemet, hogyha megmozdítunk, akkor bármit be tudnak szállítani az udvarukra. Úgyhogy nagyon-nagyon várják, nagyon-nagyon örülnek ennek. Meg nem csak a lakók, hanem mi is, hiszen azért a nevelésben nagyon nagy szerepet játszik az esztétikai nevelés, illetve a tanulók biztonságos környezetének a kialakítása. Most ezzel a kerítéssel mindkettőt meg tudjuk oldani.